Köszöntöm a stúdióban Kupi Andreát, a Ajkai Családok segítőjét, hogy rövidítsem az intézmény beosztását. Arra kéne, hogy először egy pár szóval mutatkozzunk, mert ritkán kerül sor arra, hogy elmesélje, hogy hogy került tulajdonképpen erre a munkahelyre, tehát a családsegítő központba, és mi a munkája most. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghívást kaptam erre a beszélgetésre. Hát jelen pillanatban az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője vagyok. Én 89. augusztusában kezdtem dolgozni a szociális szférában, akkor adminisztrátorként kezdtem. Tulajdonképpen véletlenül keveredtem erre a területre, de nagyon megszerettem, és a folyamatos tanulásnak, képzéseknek köszönhető, és azt gondolom a kitartásomnak, és az akkori vezetőmnek, aki látott bennem ambíciót, és támogatott ebben. Később voltam szociális ügyintéző, aztán elvégeztem a főiskolát, a szociális munkás képzést a Pécsi Egyetemi és Gyula Főiskolai Karán Szekszárdon, aztán családgondozó lettem, aztán voltam az idősek otthonának, gondozóházának a részlegvezetője, akkor már igazgatóhelyettes voltam, közben az ELTE Társadalomtudományi Karán elvégeztem a mesterképzést is a szociális munkás szakon, szociális szakvizsgát tettem, aztán 2013. július 1-ével, amikor megalakult az akkori térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Ez az új intézmény tulajdonképpen ketté vált. Minden terület egy intézményhez tartozott. A családsegítés, a gyerekjóléti szolgálat, az idősek otthonai, idősek klubja, hajléktalan személyeket is szálló. Ezek mind egy intézmény keretében működtek, és 13. július 1-el vált ketté, úgyhogy hozzám került tulajdonképpen az akkori családsegítő szolgálat, a gyerekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás. Az összes többi, az idősek, bentlakásos intézményi hajléktalan szálló, szociétkezés, az meg egy másik intézmény, ami most jelenleg a Szociális Szolgáltatás és Gondozási Központ. Igen. Tehát tulajdonképpen 13. július 1-e óta vagyok az intézmény vezető, de azóta már átalakultunk mi is többször, és nehéz ezt követni. Végülis nem is az a lényeg, hogy milyen intézmény keretek között végzik, de azt szűröm le a beszámolójából, hogy nem egy monoton munkahely ez, mert sokféle területtel foglalkozott személy szerint is, pláne, hogy jelenleg is többféle területre kell figyelni, felügyelni. Hányan dolgoznak körülbelül az ön intézményében? Hát jelen pillanatban 32 fő dolgozik. 32 fő. Úgyis, mint szociális munkások. Hát többségében főiskolai végzettségű, szociális munkások, szociálpedagógusok, van pszichopedagógus, gyógypedagógus munkatársunk is, és vannak a gondozónők, akik a házi segítségnyújtásban dolgoznak, illetve van két szociális asszisztens. Most veszünk egy kicsit a részletekbe. Ő a pszichopedagógus, ezt mondta? Igen. Mivel foglalkozik, vagy miben tud segíteni, vagy mikor fordulnak hozzá? Hát ugye a munkakörök tekintetében van megkülönböztetés, hogy ki mit csinál, nem a végzettségekben. Ugye vannak családsegítő és esetmenedzser munkatársaink. Ez az esetmenedzser azt jelenti, hogy ha valahol egy súlyosabb családi krízis van kilátásban, akkor próbálja segíteni a érintetteket? Vagy mit jelent? Eset. Igen. Hát az esetkocsi, ugye kihívják egy balesetet. Tehát az esetmenedzser az mit jelent közelebbről? Hát maga a megfogalmazás, ez a név, hogy esetmenedzser egy kicsit olyan furán hangzik, én azt gondolom, így a szociális szférában. Igen, én erre asszociáltam. Tulajdonképpen 2016-ban, amikor a jelenlegi formában elkezdtünk működni, akkor jött létre ez a kétszintű intézmény. Tulajdonképpen, hogy van egy ajkai család és gyermekjóléti központon belül egy család és gyermekjóléti szolgálat, meg van egy család és gyermekjóléti központ. És a központ járási feladatokat lát el. Miben lehet megfogni az esetmenedzser munkáját? Ugye esetmenedzserek akkor dolgoznak a családokkal, amikor hatósági intézkedésben érintett gyermek van a családban. Az már súlyos helyzet. Igen, igen, igen. Ez azt jelenti, hogy félő, hogy mondjuk állami gondozásba veszik, vagy hatósági? Igen, tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően, ha valaki együttműködik a családsegítővel,
és nincsen veszélyeztető körülmény a gyermekekre nézve, akkor szociális segítő munkát végeznek a családsegítők. Tehát ez egy ilyen alapellátásban végzett gondozás tulajdonképpen. És amikor azt tapasztaljuk, hogy a gyermek veszélyeztetett valamilyen oknál fogva a családban, akkor van arra lehetőség, hogy először megpróbáljuk őket az önkéntes együttműködés keretében segíteni, de ha ez semmiképpen nem működik, akkor hatósági intézkedés megtételére kerülhet sor, ami egy kötelezettség. A családsegítő kezdeményez, és a javaslatot már a gyámhivatal fele az esetmenedzser teszi. Tehát az esetmenedzser az, aki a javaslatot elküldi a gyámhivatalnak. Igen. Tessék. Igen, és akkor ugye a gyámhivatal az a hatóság, amelyik elrendeli mondjuk a védelembe vételt, ami már egy kötelező együttműködés a családsegítővel. Na most azt javaslom, hogy hadd törjünk egy kicsit az élet sűrűjébe, hogy milyen esetek fordulnak elő. Tehát mondjuk érződik az, hogy ugye általában az az ember benyomása, hogy az infláció meg egyéb a Brüsszel miatt ugye csökkenhet is az életszínvonal. Ez azt jelenti, hogy a családokban több a veszekedés, több a feszültség, kevesebb a jövedelem. Tehát nagyobb szükség van önökre, ezt így látja ön is? Esetleg? Hát a problémák... Hogy ez ennyire nem direkt. Én nem tudom ehhez kötni, tehát én azt gondolom, hogy... Tehát nem sokasodnak a súlyos esetek, hanem... Tulajdonképpen megváltozott a világ az elmúlt utolsó, mondhatni 4-5 évben is akár. Bármilyen időtávot veszünk, igen, de igen, vagy az előző évhez képest is, igen. Ma már a veszélyeztetettség nem csak kifejezetten az anyagi problémákra vonatkozik. Ugye egy szociális intézményről azt gondolnánk, hogy a szociális problémák elsősorban anyagi jellegűek, nem feltétlenül. Nem. Anyagi jellegűek is lehetnek, mert előfordul, hogy nem biztosított a gyermeknek mondjuk a megfelelő lakhatás, nincsen ágya, hát nincsen elég gyerekközpontúak, akkor ugye, mert... Nincsen, igen, nincs iskolai felszerelése, elhanyagolt a ruházata, a higiénés állapota. Ezt a, mondjuk a pedagógusok jelzik önöknek, hogy igen, figyel? Igen. Ez a jelzőrendszer, ugye része is, például. Hogy jelezzék, hogyha ilyet tapasztalnak, igen. Tehát ezek a szociális problémák, amik mondjuk anyagi természetűek, vagy a szülők munkanélküliségéből adódóak, ezek is előfordulnak, de egyre gyakoribb a más jellegű probléma, ami inkább az elhanyagolás, bántalmazás kategóriáját érinti. Itt az elhanyagolásnál nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy mondjuk a higiéniával van probléma, vagy nem gondoskodnak a gyermek iskolába járásáról, vagy tanszereiről, hanem az érzelmi elhanyagolásról, a nem törődömségről. Az, amely nem foglalkoznak vele, nem kérdezik ki a leckét, nem kérdezik, hogy mi történt az iskolában. Tehát azt érzi a gyerek, és megsindi, gondolom, hosszú távon, hogy ő mintha fölösleges lenne egy családban. Igen, és ugye ez a fajta érzelmi elhanyagolás, ez nem csak azokban a családokban jelentkezik, ahol anyagi problémák vannak, hanem bizony nagyon sok esetben... A jómódú családoknál is persze. Jómódú, jó szituáció. Sőt, aztán itt a Nintendo-t játsszál vele, igaz? Igen. Tehát amikor azt gondolja, hogy megveszi a gyermeknek a drága tárgyakat, megvannak az eszközök, az informatikai eszközök leginkább. Így van, és egy jó anyagi hátteret biztosít, el tud menni külföldre nyaralni, de a gyerekkel nem beszélgetnek nap mint nap, az érzelmi szükségleteire nem reagálnak, mert hát azt gondolják, hogy ha adottak ezek a tárgyak, akkor azzal már ők mindent megadtak a gyermeküknek. Igen, na most tudok róla, mert tegnap egy konferencián voltam, hogy önök eléggé beleártják magat, illetve hát kénytelenek foglalkozni a kábítószer ügyekkel is. Ez mekkora feladat az önök számára? Tehát jelent esetleg továbbképzést, plusz munkatársak alkalmazását, mert egy speciális terület, gond ez Ajkán és a járásban, a körzetben? Hát a tavalyi év végén volt egy kis kutatásunk a jelzőrendszeri tagok, illetve a KEF tagok között pont ezzel kapcsolatban. És, tehát a kábítószer egyeztető fórum az a KEF. Így van, a kábítószer egyeztető fórum keretén belül, és hát azt állapítottuk meg, és ugye ezt azért ugye a megyei adatok is alátámasztják, hogy Ajka ilyen szempontból azért nem veszélyeztetett, tehát nem,
nem fordul elő olyan gyakorisággal kábítószer használat, mint az ország bizonyos területein. Mégis van Ajkának rossz stratégiája, ezt is tudom, meg Veszprémnek, és másnak a megyében talán nincs is más városoknak. Így van. Ajka, én azt gondolom, hogy mindig is előjárt. Élenjárt, igen. Példát mutat a viselkedés. Tehát Ajkának KEF már 2005-ben megalakult, stratégiánk mindig volt érvényes, most is van 2024-ig hatályos. Én úgy gondolom, hogy az összes jelzőrendszeri tag odafigyel a saját területén, a saját kompetenciájának megfelelően arra, hogy ha problémát érez, vagy észlel, akkor megtegye a szükséges intézkedéseket, jelzéssel éljen. Kábítószer használatról nagyon ritkán érkezik jelzés. A rendőrségnek van inkább erről ügyi információja, inkább felnőtt korúakat érintően. Ami a mi intézményünket érinti, az inkább az alkohol probléma, tehát az alkoholfogyasztás, van, ami azért országos szinten is. Van, az is a tudatmódosító szerkez sorolja, tehát ez probléma, sőt a kávé, a energiaitalok, sőt, tegnap beszéltem a Veszprém megyei KEF elnökével, ő a chipset is ide sorolja, meg ide sorolja, amiről az előbb beszéltünk, a függőséget a közösség vagy médiától, eszközöktől, tehát azt mondja, hogyha a szülő ráír vagy az apa az anyára a nappaliba, hogy most mit, hova megyünk délután, akkor a gyerek ezt a mintát látja, hogy hát ők nem is beszélgetnek, hanem üziznek egymásnak, akkor ő is ezt fogja csinálni. Tehát nagyon bonyolult terület ez. Ezt tapasztaljuk mi is. Tehát itt a gyerekek elhanyagolása nagyon sokszor ebből ered, hogy a gyerek egész nap a telefonját nyomkodja, az okostelefonon lóg, a netet használja, vagy éppen a tabletjét, és bezárkózik, és nincsenek társas kapcsolatai, és ma már nem divat a grundon focizni, vagy a haverokkal elmenni ide-oda, hanem a neten keresztül játszanak egymással, úgyhogy fizikai kontakt nincs közöttük, és ugyanez igaz a családtagok között is sajnos. Igen. Na most önök látják a problémát, de vannak eszközeik ennek a befolyásolása, vagy a tendenciák megfordítása, javítása. Tehát ha sok gyerek nyomkodja a telefonját, akkor mit tudnak csinálni? Gondolom felvilágosító munkát. Igen, hát mi csak tanácsokat tudunk adni a szülőknek, a gyermekneveléssel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos lenne, hogy legyen napirendjük. Tartok ilyen szülői találkozókat, vagy fórumokat? Igen. Tehát a mi munkánk az nagyon gyakorlatorientált, tehát nem csak az irodában találkozunk a kliensekkel, hanem családlátogatásokra mennek a munkatársak, ahol rengeteget beszélgetnek a szülőkkel, és próbálnak utat mutatni abban, hogy lehetne ezt másképp, hogy milyen fontos lenne a közös beszélgetés, az, hogy valóban érdeklődjenek a másik iránt, hogy telt a napja, hallgassák meg egymást, beszéljék ezt meg, legyen napirend, legyen értelmes közös program, tehát az, hogy aztán ebből mit fogadnak meg mit nem, ezt ez rajtuk múlik. Hogy érzik, hogy van hatás ezeknek? Igen, a biztosan azért csinálják, igen. Hogy legyen. Mi minden esetben csak utat mutatunk. Tehát mi elmondjuk a lehetőségeket, hogy bizonyos probléma kapcsán mit tud tenni, milyen irányba indulhat, de a döntés mindig a családtagoké és a szülők felelőssége, hogy ők melyik utat választják. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az empátia az, hogy mi ezt el tudjuk fogadni, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy egy rossz döntést hoztak, és egy rossz úton járnak. Ezt el tudjuk mondani, ezt közvetíteni tudjuk feléjük, de azt is mindig elmondjuk, hogy a felelősség az övüké, hiszen az ő életükről van szó. Most itt vannak határterületek a rendőrséggel, bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Gondolok itt arra, hogy ugye ha sokat lógnak a gyerekek a neten, akkor ott tulajdonképpen zsákmánnyá válhatnak azok számára, akik ilyenekre vadásznak. Most nem akarom pedofil szót kimondani, de kimondtam. De számtalan módja lehet annak, még felnőttek esetében is, hogy visszaélnek azzal, hogy ők tulajdonképpen függővé váltak a elektronikus médiától, médiumoktól, és olyan ajánlattakkal keresik meg őket, amik mondjuk már a bűncselekmény kategóriába tartozik. Egyeztetnek ez ügyben a rendőrség, hogy összehangolják a tevékenységüket? Ilyen igen, területen? Igen. Ugye a rendőrség részéről is van tag, aki mind a KEF-es összejöveteleken, mind a jelzőrendszeri megbeszéléseken részt vesz, illetve kapcsolatban vagyunk egyes esetek kapcsán is, konzultálunk egymással, illetőleg van az intézményünknek óvodai és iskolai segítő munkatársa, akik
ugye, az Ajkai járás összes óvodáját, általános iskolát, középiskoláját látogatják, és a munkatársaink prevenciós előadásokat is tartanak. Van erre lehetőség, hogy az intézmények ezt kérjék. Általában azokban az osztályokban célzottan mennek ilyen előadásokkal, így van, ahol több veszélyeztetett tanuló van, és ahol tudjuk, hogy érintettség van. Vannak ilyen szempontból, most talán nem is akarom, hogy megnevezem területeket, de Ajkának olyan térsége, ahol jobban kell figyelni, mert még több a szociális probléma, több a elhanyagolt gyerek? Nem tudnék ilyet megnevezni, nem, mert tulajdonképpen a város minden részén megtalálható. Most teljesen mindegy, hogy Ajkarendek, vagy Bakonygyepes, vagy Csinger, vagy Tosok, vagy Bodé, vagy Ajkán az emeletes házak, teljesen mindegy, tehát nem attól függ, hogy ki hol lakik, és hogy milyen körülmények között lakik. És mennyire érzi hatékonynak a munkájukat, tehát dolgoznak, fórumokat tartanak, felvilágosító előadásokat, hívják önöket, mennek. Tehát változik valami ezzel, vagy nem romlik? Hogy lehetne ezt jellemezni? Hát én abban bízom, hogy nem romlik. És abban is, hogy változik. Nem lennék ennyi éve ezen a pályán, hogyha nem bíznék ebben. Tény, hogy csodát művelni nem tudunk. Tehát varázspálcánk nincsen. De én hiszek abban, hogy ha 10 családból csak egy megfogadja a tanácsokat, és jó úton elindul. Márpedig én azt gondolom, hogy annyi azért van arányaiban. Ami minimális, ha így nézzük. De ha meg azt nézzük, hogy nem lennénk, akkor még annyi se lenne, akkor az hiba volna. Igen, van egy ilyen mondás, hogy ugye aki megment egy lelket, az megmenti az egész világot. Gondolom, ez is eszébe jutott már nagyon. Az politikájuk részét képezi. Igen. Még egy kérdésem lenne, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, vagy milyen lehetőségeik látszanak. Na ugye nehezedik mindenhol a gazdasági helyzet, csökkentik a költségkereteket, nőnek az energiaköltségek, tehát milyen körülmények között dolgoznak mondjuk az elkövetkező egy évben, ezt látja már? Mi lesz ebből, vagy csak bízik, reménykedik abba, hogy rosszabb nem lesz? Hát én úgy gondolom, hogy a munkatársak nagyon kitartóak. A szociális szakma mindig is arról volt híres, hogy a semmiből is várat tudunk építeni. Mert mi a személyiségünkkel dolgozunk. És nagyon elhivatott személyek. Így van, elhivatottak, dolgoznak személyiségünkkel dolgozunk, példát kell, hogy mutassunk, és mi soha nem adhatjuk fel, mert azt gondolom, hogy ha a szociális szféra feladja, akkor már nagyon nagy hiba lenne. Tehát én mindig bízom abban, hogy minden mindig megoldódik. Ajka város önkormányzata, aki a fenntartónk, ehhez maximálisan hozzájárul. A költségvetésünkben még mindig biztosították azokat a plusz forrásokat, ami nélkül nem tudnánk működni, mert az állami normatíva az nem fedezi a mi működésünket. Úgyhogy én igyekszem pozitív maradni. És ez kisugárzik azokra is, akik önökhöz fordulnak, gondolnak, és megpróbálja ezt a pozitív életszemletet átadni. Ez így van. És a munkatársainak ez is. Így van. Illetve azt azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon hatósági irányba halad a mi munkánk, az elvárások ezt hozzák. Tehát viszont, változik a jogi környezet, ugye van, ez önöktől függetlenül gondolom. Így van, viszont én nagyon-nagyon hiszek a szociális munka igazi értékeibe, azokba az elvekbe, amiket én az ELTE-n megtanultam, azoktól az igazi szociális szakemberektől, akik az oktatóim voltak, hogy a mi szakmánk az soha nem adhatja fel azokat az értékeket, amiért mi vagyunk, amit mi tanultunk. Mert nagyon sok intézményben már nem foglalkoznak mondjuk adománygyűjtéssel, nem csinálnak egyéb rendezvényeket, azért, mert már egy programban dolgozunk, az interneten adminisztrálunk, félig meddig hatósági munka, jellegű tevékenységet látunk el azáltal, hogy a gyámhivatalnak rengeteg mindent megteszünk, dolgozunk. De nem adják fel a régi jó szokásaikat sem. Akárhogyan is, de ragaszkodunk ahhoz, és én ezt képviselem, hogy igenis ki kell menni, az emberek között kell lenni, a terepmunka az nélkülözhetetlen, nem lehet íróasztal mögül dolgozni. Igenis kell szervezni programokat,
adományokat kell gyűjteni, ami nem kis feladat minden áldott nap, több száz kilót nőknek fölcipelni az emeletre, elcipelni az Aldiból, kiosztani, és a többit, de csináljuk. Önkéntesek nem segítik a munkák? Mondjuk izmos fiatal emberek, vagy erre nem szólultak ebben, még ebben igazán? Ebben nem is... Bonyolult lenne megszervezni. Igen, én azt gondolom, hogy ezt megoldjuk, mert mindent kárpótol az, amikor elviszik a családok az adományokat, és nem győzik köszönni, hogy ez mind az enyém, és ez mind a miénk, meg amikor a kisgyerek azt mondja, hogy ez a rózsaszín tetejű fánk, ez az enyém. Ebben sincs hiány. Szóval jártam már önöknél, mondjuk karácsony előtt, fontos. Hogy szinte nem is tudnak néha mit kezdeni az adományok, annyira összejön néha, nem, hogy... Hát olyan is, hogy nem tudunk mit kezdeni, mert nincs az a mennyiség, amit ki nem tudnánk osztani, de most is tervezzük, hogy húsvét előtt lesz megint egy adományosztásunk, illetve májusban megint megyünk az Aldiba egy hétvégén adományt gyűjteni azért, hogy megint tudjunk majd mit osztani. Tehát aki ott megfordul, ő is, az is hozzá tud járulni a önök. Így van. Tehát mi ezt ezért csináljuk. Működéséhez. Illetve a ruhabőrzéket csináljuk, a játékokat, a könyveket, a háztartási eszközöket, mindent próbálunk közvetíteni, szervezni, osztani. Azt is megtettük már nagyon sokszor, hogy amikor nagyobb mennyiségű adomány van, hogy kivittük Padragra, meg Csingerbe, a városrészekbe, és akkor ott osztogattuk, tehát nem csak azoknak, akikkel rendszeres kapcsolatban vagyunk. Tehát én ezeket a terepre. Ezeket a terepmunkákat nem tudom nélkülözni. Tehát és mit jelent önnek egy gyermek mosoly, vagy egy hálás tekintet? Mindent. Őértük érdemes. És én hiszek abba, hogy lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek soha nem lesz csodás jövője, akik rossz körülmények között élnek, bármi miatt is. De ha mi látókörünkben van, és odafigyelünk rájuk, akkor talán nem érheti őket nagyobb baj. Tehát én ebben nagyon bízok, hogy akkor azért valamilyen hatással csak vagyunk a szüleikre, és hogyha van valaki, aki meghallgatja őket, aki ad nekik egy kis önbizalmat, hogy igenis képes vagy, és meg tudod csinálni, akkor mutatunk valamilyen mintát, és valamilyen példát, és aztán talán reményt adunk arra, hogy jobb sorsra is érdemes. Hát köszönöm, és további sok erőt kívánok a munkájukhoz. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm a meghívást.